Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe kedvező változások az ingatlan árverésnél 2021-ben. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, illetve március 13-án tartok egész napos előadást az ingatlan vétel végrehajtáson címmel. Gyere, amennyiben úgy érzed, hogy érdekel a téma. Röviden egy kis ízelítő, ugye valamelyik jóképességű politikusunk, ugye megváltoztatták ezek a félkegyelmiek ezt a törvényt, úgyhogy 100%-ról indul a licit. Ez nyilván nem szólt másról, mint hogy a bankoknak a segélyt kinyalják természetesen, mert ugye a bankok vélhetően ugye a licitből nem kaptak elég pénzt, mert ugye 50-70%-ról indultak a végrehajtások, illetve zárverések. És természetesen ez a piac le is halt, ugyanis ha vele gondolsz, ugye 100%-ról indul a licit. Tehát ha csak józan észre belegondolsz, ez egy ökörség, hogy valaki 100%-ról akar licitet indítani. Ha csak nem elképesztően jó helyen van az ingatlan, vagy én nem is tudom, mit mondjak. De üzletileg ez egy öngyilkosság tulajdonképpen. Az is volt. Tehát nem jött meg szerintem a várt eredmény, úgyhogy végre egy picit most jobb irányba változik ez a dolog. Méghozzá úgy, hogy ugye 60 napod van a licitálásra, illetve annyi ideig tart a kiírás, ugye kiírják először 100%-on, ha így nem megy, akkor 90, 80, 70, akár 50%, ugye attól függ, hogy milyen ingatlan típus, ebben majd az előadáson megyek bele, most nem annyira érdekes, de lényeg az, hogy 15 vagy 20 naponként folyamatosan csökkentik ezt az alsó árat, amint te már tudsz licitálni, tehát magyarán szólva most ez úgy néz majd ki, hogy akár a 15 vagy 20, az utolsó 15-20 napban már érdemes lehet licitálnod, mert ott már sokkal kevesebbről kell ajánlatot tenned, és ott mondjuk úgy, hogy azonnal látod a hasznot, főleg akkor, hogyha te maradsz egyedül. Egyébként, hogyha az üzleti részét nézem annak, hogy 100%-ról akar valaki licitet indítani, hogy ez miért marhaság, többek között azért, mert ha piacról veszek 100%-on valamit, akkor legjobb esetben is elméletileg azért tudok alkudni valamennyit, tudok valamilyen kedvezményt kicsikarni, és így azért ne felejtsük el, hogy az ingatlan, tehát a végrehajtáson vásárolt ingatlanok azért hát relatíve le vannak élve, nem figyeltek rá, nem gondoskodtak róluk, nem gondozták az ingatlant, tehát arra még egy jócskán költened kell. Tehát ha te 100%-on vásárolsz ingatlant, mert árverésen ugye ez a hobbija valamelyik politikusnak, akkor bizony az nem fogja neked megérni, akárhogy számolsz akkor sem. Néhány ingatlan még évekkel ezelőtt, jó pár ingatlant én is vettem, és nyugodtan mondhatom, hogy nem voltak olyan állapotban, hogy azonnal költözhetőek lettek volna. Jó? Tehát, hogy ez egy picit jobb irány most már, bár üzletileg én úgy gondolom, hogy minél olcsóbbról indul valami, annál jobb, ugyanis sokkal több érdeklődőt tudnának behozni, és azok az ingatlanok, én is licitáltam régen ilyenekre, amik ilyen 50%-ról indultak, gyerekek, az úgy elhagyta a 150%-ot, hogy öröm volt nézni, mert voltunk 80, meg hadd ne soroljam, tehát, hogy az volt az igazi nagy üzlet egyébként a végrehajtónak szerintem. Nyilván, hogyha egy ingatlan rosszabb helyen van, akkor értem, hogy persze 100%-on, de mondom, itt tessék számolni, és a 100% ezért nem működött, mert piaci áron alku nélkül megveszel valamit, ami nem hiteles, hanem ráadásul készpénzes, mert azt ki kell fizetni egyszerre. És akkor még ott van a felújítási költség, ami most egy panelnél, én azt mondom, egy 10%-kal nyugodt szívvel számolhatsz, és akkor most elég óvatos beszélés, és most egy panelről beszéltem, és nem ilyen családi ház meg az összes többiről, ahol nekem volt, hogy a fűtésrendszert leszerelték, a kazánt elvitték a mélybe. Jó, tehát, hogy ez nem éri meg, semmiképpen sem éri meg üzletileg. Ez egy picit jobb változás, jó? Tehát, hogy ha kivárod, hogy az utolsó 15 vagy 20 napot is akkor kezdesz el licitálni, ott már 50 vagy akár 70%-ról tudsz indulni. Igazából ott már azért lehet eredményt elérni, jó? Legalábbis, hogyha fel kell újítanod, akkor is kijössz egy 100%-ra, és van egy lakásod, még úgyis jobb, mint amit eddig csináltak. Úgyhogy ez egy kedvező változás, végre azért több év után úgy látszik ráébredtek valahogy, hogy ez nem igazán működik, hiába nyalják a bankokat, ez akkor sem működik, és a bankoknak sem jó, mert ugyanis ezek az ingatlanok így 100%-on mennyivel nem kellettek a kutyának sem. Tehát azzal senki sincs előbbre, hogy csak állnak parlagon az ingatlanok.
ingatlanok, és nem tud senki sem erre mozdulni. Tehát most én úgy gondolom, hogy majd egy picit kifog talán ez a piac teljesedni, de erről majd a következő videómban fogok beszélni. Addig is iratkozz fel a hírlevelembe, gyere az előadásom a március 13-án, és előbb-utóbb találkozunk, és még többet tudunk tanulni az ingatlanokról. Szia!